Legyen szíves szólni a mentőknek, a betegnek nincsen keringése, megkezdem az újraélesztést. 5, 10, 15, 20. Jelenleg az Európai Unióban évente 700 ezer hirtelen haláleset van, ami azt jelenti, hogy ez teljesen váratlanul közterületeken, utcákon, lakáson végbe menő hirtelen keringésleállás, és a túlélési arány, a kórházon kívüli túlélési arány, az mindösszesen 5-10%. Körbenézek, járulékos veszélyek nincsenek. Jó napot kívánok, mi történt? Legyen szíves jönni, mert a beteg nem reagál. Legyen szíves szólni a mentőknek, a betegnek nincsen keringése, megkezdem az újraélesztést. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Tíz, 15, 20, 25, 30. Ha időben jönne egy laikus segítség, tehát egy megkezdett eszköz nélküli újraélesztéssel, vagy pedig egy félautomata defibrillátor segítségével végzett újraélesztéssel, ez a sikerességi ráta, ami most jelenleg 5-10%, ez akár 50-60%-ra is emelhető. Tehát nagyon komoly esélyek vannak adott esetben, ha időben történne laikus újraélesztés, illetőleg 1-2 percen belül félautomata defibrillátorral végzett defibrillálás megtörténne, akkor ezeken nagyon-nagyon nagy százalékban lehetne javítani. 5 10 15 20 25 30 Ez egy elég fárasztó hosszú távon, igen. De egyébként úgy lehet 2 percenként lehet cserélni. A másik az, amikor ugye az a gondolat van bennünk, hogy most mi emberi életet próbálunk menteni, akkor azért a mi képességeink is kicsikét megnyúlnak. Tehát képesek vagyunk arra, hogy akár mondjuk 3-5 percig, akár 6 percig, 7 percig is folyamatosan csináljuk, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy most ez rajtunk múlik. És nagyon sok minden múlik rajtunk, mert egy emberi életet kell visszaadni. Ilyenkor azért volt úgy, hogy 10-15 percig is csinálta valaki. Milyen tanácsokat lehet adni, hogy ugye itt azért egy stressz van rajtunk, hogy pont azért, mert hogy egy embertársunkon segítünk, hogy ezt hogy tudjuk legyőzni, hogy mire figyeljünk? Elsősorban az, hogy arra gondolunk, hogy itt most segíteni csak mi tudunk. Ha mi ezt nem tesszük meg, akkor ezen a betegen nem segít senki adott esetben, amíg a mentő ki nem érkezik. Ha már ezt el tudjuk ezt a gondolatot fogadtatni magunkkal, hogy nekünk most itt meg kell csinálni ezt a dolgot, akkor túl tudunk lépni az első perc nehézségein. És aztán utána már az első 1-2 perc után már ezek rutinszerűen jönnek elő, és már azért benne vagyunk a segítségben, jobban le tudjuk dolgozni az ijegységet. Általában ugye addig, amíg nem nyúlunk hozzá a beteghez, addig jobban meg vagyunk ijedve. Amikor már elkezdjük a beavatkozást, akkor már egy kicsit megnyugszik a légkör is. És tudjuk, és várjuk a mentőket, és halljuk már a szirénát, az már nagyon jó, hogyha halljuk, és addig csináljuk, amíg meg nem érkeznek a mentők, és azt nem mondják, hogy köszönjük, szépen átvesszük. Érzését most nézzük meg. Igen, igen. Jó. Megfogom a vállát, az állát, hátrahajtom a fejét, és oda hajolok, és körülbelül ilyen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nem hallom, hogy szuszok, nem érzékelem, és elhelyezek egy kötszert, vagy valamilyen rongyot az arcán, összekulcsolom a kezemet, és megkezdem itt a szet csontjánál az újraélesztést, ami úgy néz ki, hogy 5, 10, 15, 20,
25 volt. 30. Majd ezután az állát megint csak megfogom, hátratolom, és az orrát bekapva két befújást alkalmazok. Majd megfogom, és újra. 5. 10. 15.